Üdvözlöm a kedves nézőket! 2016. december 11-én. Kedves nézők, elkezdődött a Keceli téli teremkupa idei kiírása. Az első mérkőzés már lejátszották a Warriors és a Gold Star között. Ott 2-5-ös végeredmény született, de most koncentráljunk erre a mérkőzésre, mégpedig a Diósi Gumi Szenyor találkozóra. Engedjék meg, hogy felsoroljam a kezdőket, a rendkedvényt természetesen azért gyorsan elmondom, hogy feketében játszik a Diósi Gumi, és sárga-kékben a Szenyor. Nos, hát a Diósi Gumi kezdője Cseszregi Zoltán a kapuban. Sendula József, aztán Nagyapáti József, Tóth Miklós, Sendula Péter, Félus Nándor, Kis László, Villányi József, Kéből Norbert, Farkas Tamás, Lajkó Zoltán, igen, Berger Tibor. Most a Szenyor támad, Sipos Martin, és akkor újra a Diósi Guminál a labda. Gyorsan elmondom, hogy kikből áll a Szenyor csapata. Tóth Tibor kapus, Búzs Csaba, Búzs Győző, Benedecki János, Juhász László, ifjabb Juhász László, Lajkó Imre, Sipos Martin, Szabadi Norbert, Leszák Csaba és Pásztor Pál László. Azért az a Diósi Gumi eléggé izmos kis csapat. Nagyon-nagyon jó játékosokból áll, de hát ugye Szenyor már évről évre meghatározó csapat a tornának. Így biztos vagyok benne, hogy felveszik a kesztyűt a feketék ellen. Egy lövés, és Tóth Tibor tör ki a kapuból. Szép elgondolás volt, de Sipos Martin hozza most el a labdát. Nagy passz ifjabb Juhász Lászlónak. Ez is szép, gyönyörű gól, az igen. Na, mondtam, hogy nem kell őket leírni. Csodás gólt szerzett a Szenyor. Épp a kettő fiatalabb közbenjárásával 0-1, és akkor innen folytatjuk. Biztos sokan tudják azt, hogy mondták most éppen a belátóról, hogy hát ez meglepetés volt. Az volt számomra is. Na hát biztosan tudják, hogy a Kecel igazi fiatal tehetségéről beszélünk, az első amikor az első gólszerzőt említjük, ugye Sipos Martin több éve bizonyított a serdülőben, aztán az ifiben, és most majd a felnőttben is. Reméljük, hogy minél több lehetőséget fog kapni. De a másik fiatal, aki ott van és éppen vezeti a labdát, ő ifjabb Juhász László, természetesen a mi Juhász Lászlónk fia, és nagyon-nagyon sok Budapest környéki NB szintű csapatot járt meg, jelenleg a KTM 1-1-es csapatában játszik, és nem is rosszul. De most az idősebb bombáz egy kapufát. Hát ez még számomra is meglepetés, nem, hogy a Diósi Guminak. Elég izmos lett idén ez a Szenyor, úgy gondolom. Ez a Juhász Sipos kettős ott elől. Ez nagyon kemény, de a hátsó lagzat is extra, ugye Pini. Ez az Lajkó Imre. Aztán az idősebbik Juhász. Valamint persze Búzs Győző, Tóth Tibor. Jó kis csapat. Az a nagy passz, és Sipos Martin sebességben ugyan lehet, hogy jobb volt, mint Sendula József, de test-test elleniben most az utóbbi bizonyult jobbnak. Ez a passz pedig most nem lesz idei az igazi Cseszrei kezében a labda. Kis László, Sendula József, nem lövi el, egy passz Géből, Sendula! És tisztázni tudnak a Szenyorok. Nem rossz meccs, főleg a színvonal az, ami egészen extra. Na nézzük, Juhász befelé húzza, na meg visszafordul Rabona. Mekkora mozdulat volt. Hát, nem tudom, mikor láttunk utoljára Rabonát ebben a csarnokban, de kétségkívül gyönyörű volt a szöglet után. Az idősebb Juhász próbálkozott, lepattant a Laszti. Egy lövés mellé száll a hosszú kapufától, kb. Egy jó méterre. Szabad rugást ítélt centi játékvezető. Ifjabb Juhász a labda mögött.
Hát igen, a rugó technikájára nem lehet panasz, szöglet a szenyornak. Sipos. Idősebb juhász. Á, óriási luft. Pusgyőző, nagy szerelés, nagyon kellett. És az is kellett most a szenyornak, hogy kitessékeik a labdát a vonalon túlra. Ők ilyet meg bedobással, vagy berugással, ahogy tetszik. A játékvezető nem tolerálja a pepecselést, úgy tűnik. Juhász László. Géből tisztáz előle. Ó, de szép! Ajjajjajjajjaj! 3 méterről is fölé lehet rúgni. Ezt mutatta most be Sipos Martin. Cseszregi. Szendula József. Őt tolta meg egy kicsit. Pini, azaz Lajkó Imre. Nézzük Gable Norbert. Szép, eddig nagyon jó. Igen. Kis László lő, az is mellé. Ezt a hosszú sarkot még nem igazán sikerült belőnie a Diós Kuminak, de bízunk benne, hogy egy-két csavarhúzóval beállítják majd a lábaikat. Sendula József szabadít fel, igaz, még az ellenfél tér felén. Hát kedves nézők, nagyon őszintén megmondom, bár lehet, hogy a hangomból kikövetkeztették hamarabb is, hogy én ugye a Diós Kumi abszolút győzelmét tippeltem erre a mérkőzésre. De nagyon-nagyon jól játszik. Busz győző közben. Parád és felszabadítás. Igen, a hátsó alakzat nagyon jól össze van rakva rutinos rókákkal. Az eleje meg igazi fiatal tehetségkel. Most odulna meg Kis László is. Gólhelyzetben. Szabálytalankodnak vele szemben. Érdekességként mondanám el, hogy egyébként Kis László tegnap a császártöltési Mikulás kupán és pályára lépett, és hát ott gólkirály lett. Nem is lepődött meg senki, ugyanis évek óta ő hódítja el ezt a címet. Évek óta ő a gólkirály császártöltésen. Hát egy zseniális mozgáskultúrájú játékossal beszélünk. És a gólok egyszerűen ott vannak a lábában. És ki is rugdossa azokat rendszerint. Majd meglátjuk, hogy ma ez hogy alakul. Tóth Tibor kapus állítja be a sorfalat. A kettőtagú falat. És akkor Sendula József, Kis László! És az. Az mellé ment. Jó, egy pillanatra nem tudtam, hogy milyen helyzet egyébként. Kicsit furákott a fényviszonyok az ablak és a padló visszaverődése miatt. És akkor sarokrugással jöhet a Diós. Diósi. Tóth Tibor megfogja, és akkor leteszi most Lajkó Imrének. Lajkó Imre éveli fel, pontosan ifjabb Juhász Lászlónak. Egyelőre nem adta még. És Filus Nándor szerel gyönyörűen. Búcs győző. Juhász László. Sipos Martin nagyon jól mozog, ajjaj, az meg kötő volt, igen, Sipos Martin a rövidre, Ugye ez az igazán nagy művészet, amikor megcsinálsz 2 ilyen cselt, és aztán még arra is van időd, energiád, illetve gógyid, már elnézést, hogy ez a szó használata lélek, hogy visszatedd a kapus mozgásával ellentétben a labdát, az más kérdés, hogy nem ment be, de gyönyörű jelenet volt. Nekem személy szerint nagyon-nagyon tetszett. Ez a felévelés most nem ért társat. Itt Tóth Tibornál alaszti. Búcs győző. Szép eddig Sipos Martin. Egy bicikli. Most lehet, hogy azt hitte, hogy centi is velük van. Majd javít legközelebb. Filus Nándi. Sendula József. Gyönyörű labda kihozott a géből. Szép egyérintős játékkal próbálkoztak. Nem jöhet be mindig. Szép szeredés. Juhásznak. Érdekes még kimondani is, de úgy gondolom, hogy nem sok szebb dolog van annál, hogy apja és fia egy pályán, egy csapatban játszik. Búcs győző. Ifjabb Juhász. Most nem sikerült neki megtartani a labdát. És akkor Géből, Sendula Géből.
Szép egy érintős játék, nagy indítás lehetett volna, de Pini résen, Pini mindig résen, és most is. Gyönyörű csel, és a visszapassz is Filusnak. Na nézzük, Gable Norbert. Gable csörrel próbálja meg. Igen, kis per néha úgyis érdemes megpróbálni. Ez pedig is szép. Végül csak felszabadít a szenyor. Felszabadít? Igen. És akkor Pini. Ifjabb Juhász László. Hopp, hopp, hopp. Nem volt szép. Ütemet tévesztett most Filus Nándor. Lajku Imre a labda mögött. Szép gondolat volt, de most nem jött be. Kis László kezeli le, mesterjén a labdát. Egy kicsi tanástalanság, de egész csapat szinten egyébként, és akkor a felívelés. Lehet, hogy már kint volt. Valamiért harsant a bírói síp. És igen, igen, azért, mert kint volt már. Pini kezében a labda. A sportás előrébb rendeli. És akkor most már búcs győző. Praciai közt a játékszert, Juhász László. Az igen, átveszi, megcélozta a hosszút, most nem találta el. Csesztregi. Igen, Csesztregi dobó technikája egyébként. Hát talán kicsit jobb, mint Tóth Tiboré. De a védéseket nézve eddig Tóth Tibor nyújt jobb teljesítmény. Most lerántják Kis Lászlót. És akkor újabb szabadrugással jöhet a Diósi. Térték a sorfalat, sípra mennek. Tóth Tibor beállította. Kis László a labda mögött. Ellövi, el... Oha! Az a szép, igen, igen. Hát az a sorfal lehet, hogy nem állt be a legjobban, vagy nem állították be a legjobban, de a lényegen nem változtat. Kis László találatával, Diósi Gumi, Szenyor, 1-1. Na innen lesz érdekes a mérkőzés, ugyanis biztosan megfigyelték, hogy az utóbbi néhány percben azért visszaesett a Szenyor támadójátéka. Úgy tűnik, hogy megtalálták a megfelelő védekező taktikát. A feketék. Filos Nándor. Wow, csak így a levegőbe. Az igen, urak. Sajnos most eddig tartott. Jött a Szenyor. Az szép bicaj. Most Fincsepel nem gyártott ilyeneket soha. Nagyszerű védőmunka. És akkor most itt Jós hozza ki a lasztit. Berger Tibor. Nem baj, előfordul, így van. Szabadrugás a Szenyor részére. Kis László a labda mögött. Kéri az 5 métert. Innen úgy látom, hogy azt a hosszút be lehet célozni. Most nem sikerült. Bedobás vagy berugás, kinek hogy tetszik. Rugás volt. Ajajajaj, nem jött össze az a kötő. Sándor József nagyszerűen szabadított fel. Tóth Tibor. Juhász. Az ére pattant, így van. Berger Tibor. A szép. Nem jutott el társához a labda. De berugásra, bedobásra még jó lesz. A lövés, kapufa! Kedves nézők, azt hiszem, hogy már a harmadik kapufát éri el a Szenyor csapata. Azt igen! Á, micsoda blokk! Szép védőmunka. És most előről kezdheti a Szenyor, ahogy húsgyőző kívánta. Beszorult a Diósi Gumi erre a pár percre.
És az a helyzet, hogy Juhász Lászlótól már olyan megoldásokat láthattunk. Ebben nem olyan sűrűn. Jó volt a beadás, de most nem juthatott el Kis Lászlóig. Így jöhet a Szenyor új fent. Jöhetne. De eddig tartott. Kis. Csendula József. Nagy passz. Az átvétel most nem volt az igazi. Úgy győzőnek kell felszabadítani. És akkor Juhász László, na mehet a kontra. Gyönyörű. Sipos Martin és a beadás. Lehetett volna ezzel a helyzettel még többet is kezdeni. Most nem sikerült. Nem mehet mindig. És a pass sem mehet mindig. Juhász László kezében a laszti. Bedobja a fiának. Na nézzük, mit csinál ezzel. Megpróbálta, nem ment. Filus Nándi. Berger, de szép, Csendula József. Szabálytalan volt most Lajko Imre, elnézést kér, tudja. Ismét jó helyzetből jöhet a Diósi Gumi. És Kis Lászlónak ezek a szabadrugások mennek, bár neki minden rugás megy. Mindenhonnan. Kis László, ajjajaj, Tóth Tibornak kell vetődve védenie. Ismét a 33-asnál a labda. Filus Nándi szépen hozzák ki. Nándi is megpróbálja. Ezúttal mellé ment. Mellé bizony, de nem magától, hiszen megakadt a labda egy Szenyor játékoson. És akkor a szöglet. Ajjaj, cseles megoldás lett volna egyébként. Pini győző. Góri, ahogy a társai hívják, ugye? Juhász Lászlót. És ismét Juhásznál a laszti. Igen, most már az a helyzet, hogy ajaj, Kis László nem lövi el. Beadja. Megakad a labda. Csendula József, szép mozdulatok. Csendula, így mellé. Mellé bizony. Na igen, tehát most már rájött a Diós Gumi csapata arra, hogy kettő embert kell állítani Juhászra. Akit megint felrúgnak. Most Berger Tibor. És akkor ő is megmutathatja, hogy mit tud rögzítettből. És hát kettő perc jön Berger Tibornak, akinek ez még csak az első szabálytalansága volt, ráadásul most csak lemaradt. Elnézést kérek, hát egy butaságot mondtam, nem jár a két perc, jól van. És akkor a szabadrugás, nagyot kellett fogni a Csesztreginek. Jönnek egyébként mestere. Egy kis vita a szabályokat illetően. Most már Juhász is tudja, ez egész biztos. Idősebb Juhász. Két ember között parád és mozdulatok. Hát igen, a sebesség már megkopott, de a labdatartás az még mindig a régi. És akkor most Búzs győzőnél a laszti. Bedobja a küzdőbe, és akkor Kis László dúlhat meg. Kis több alternatíva is volt, de most úgy döntött, hogy nem passzolt, és egymást zavarják a Szenyor játékosai. Ajjajjaj. Az a helyzet, hogy mind a kettő szituációból, a Szenyoréból, illetve a Diósi Gumiéból is nagyon-nagyon komoly veszély kerekedhetett volna. Most nem alakult ki. Nem jött össze a lefordulás. Filus Nándor. És akkor megdobhat most a Diósi. Sándor Péter is a pályán. Na, arra leszek kíváncsi, hogy ő mennyi szint tud hozni a mérkőzésben, mert hát elképesztően jó. Nagyon tehetséges. Oha, az igen. Szép kis mozdulat volt.
Kis László. Az gyönyörű, kettő között. Sendula Péter. Oj, de szép! Szép akció volt, kedves nézők. Az igen. László. Cilus Nándor! Lehet, hogy el is lőhette volna. Sendula is. És újra kezdik Berger Tibor. Sendula Péter. Szép mozdulat volt, azon most nem talált embert. Juhász László. Szép a lövés, nagyot kell fogni a Csesreginek! És az ismétlésre jött be. Ez egy elképesztően jó mérkőzés. Kiegyenlített, mindkét csapat támad, mindkét csapat jó. Gyönyörű a cseh! Igen, az nem volt kérdés, hogy sprintben Búzs Győzi vagy Kis László a jobb. Volt egy kicsi munkatester is, de szerintem ez inkább a rutinosság számlájára írható fel, mint a színkorrektségre. Előnyszabály! És akkor Tóth Tibor fogja. Nagyot dob Tóth, igen. Ifjabb juhász. Elméletben könyök volt. Gébel Norbert fogja az orrát. És akkor Sendula Péter. Kis László. Igen. Még szólt is. Kis László, hogy induljon el. Gébel Norbert most nem indult el. Semmi baj, marad az 1-1. 3 perc hátra a fél időből. Csesztregi. Évek óta kiemelkedően jól véd a déli teremkupát. Gondolom, hogy a Dióskúnak most is szüksége lesz egy jó Csesztregire, egy jó csöpire. Kis László, majd a szépen játszák össze Sendula Péter, mellé! Pedig milyen szépen, milyen gyönyörűen, technikásan belepörgetett. Most nem jött össze. Tóth kapus a Lasztival. Rikó Imre, vagy Pini, ahogy tetszik. Oha, Tóth Tibor, az igen. Ha az bemegy, ugye? Egymást akadályozzák most a Diós játékosai. Már majdnem felharsantam, hogy mekkora gól. De szabad rugás jön helyette. És ez még így is eljut Juhász Lászlóig. Na most nem válik be a pördítés, pedig hát ez is egy nagyon szép mozdulat volt. Még pontosítani kellett, hogy nem ezzel a stílus, hogy ez a burkolathoz van szokva. Kis László teljesen egyedül kap és fölé lövi. Nehéz volt sajnos most a lefordulás, amiért fölé ment, de hangsúlyozom ismét, hogy nagyon-nagyon jó mérkőzést láthatunk. Tóth Tibor, Sendula Péter, most belebotlik. Laci hagydott. Ezt mondta most fiának Juhász László. Sendula Péter, Kis László, Gébel Norbert. Gébel. Nem vállalja el helyette a beadás. Ej, de szép volt. Most nem jött össze. Nem tudom, hogy miért nem játszik együtt a kettő Sendula egyébként. Mert hát, hogyha ők együtt a pályán vannak, akkor kőkövön nem marad egyébként. Becsúnya lerántás. De most sincs 2 perc. Egyelőre úgy gondolom, hogy a kettő játékvezető remekül kordában tartja a mérkőzést. Fél perc van hátra a mérkőzésből, és akkor Kis László is megcsillantathatja a dugó technikáját. Gyulivel próbálja, nem is voltám rossz, ajjaj, de nagyon nem. Szép, mert kifő volt benne. Az is szép, és Juhász.
fejjel is megpróbálja, de most nem jött össze. És akkor egy szöglet még ebben a fennmaradó 5-4 másodpercben. Hát kedves nézők, óriási izgalmak maradtak a végére, de a lényegen nem változtat. Diósi Gumi, Szenyor, félidőben 1-1, innen folytatjuk. Kedves nézők, elkezdődött a második félidő. Egy-egyre áll a mérkőzés, és a Diós Gumi járatja a labdát. Nagyon érdekes dolog ez a félidő, mert nagyon sokszor teljesen megváltozik a játékképe a másodikra. A széles támadással kezd a Diós. Diósi, de nem sikerült góllal befejezni. Szólt labda ifjabb juhásznak, most nem jött össze. Pini a labdával, ifjabb juhász László. Lehet, hogy ő is elfáradt, most nem ülnek annyira a cselek, a mozdulatok. Sendula József. Kis László megpróbálja, telibe találja az idősebbik Sendulát, legalábbis azok közül, akik a pályán vannak. Van még Sendula kecelen bőséggel. Sendula József, de szép a lefordulás. Juhász László blokkolja. Az most kéz volt. Tűzi játék a kapu előtt. Az első perc ennek szellemében ment el. Benedeszki. Tisztáznak a Diósi védői. Juhász László. Szép a dobás, ifjabb juhász. Nem jött össze a kapáslövés. Sendula Péter, Sendula József. Oly, de szép. Jól tartotta meg. Ez pedig most inkább felszabadítás volt, mint sem komoly felívelés. Pini, Tóth Tibi. Most ismét Lajkó Imre. Most se volt rossz. Képből Norbi vette le. Csak hogy az ellenfélnek. Nem jön össze a lefordulás. Ragyogó védőmunka. Szép dobás. Az micsoda mozdulat volt. Mind a lövés, mind a védés. Ohoho. Jó kis meccs. Jó dobás is, de nem annyira. Kis László fejeli ki. Aztán pedig Sándor József továbbítja. Tóth Tibor a feléveléssel, Juhász László. Igen, ő képes ezeket a lasztikat levenni. És lefordulni velük. Csak most nem sikerült. Szabad rugás kifelé. Kis László. De szép. Összejön a kötény is. Csak sok minden nem tudtak vele kezdeni. Ajjajjajjajjaj. Na, ezt nem kellett volna Juhász Lászlótól, mert az úgy gondolom, hogy valóban szabálytalan volt. Sárga lapot mutat fel most idősebb juhásznak és Géblenek is most a játékvezető. És akkor most 4+1-jel játszik mind a kettő csapat. Kicsit szellősebb lesz a játéktér, és szerintem szebb futballt is tudnak ezzel majd játszani. Kis László az egytagú sorfallal szemben. Az meg egy öngól. Szegény. Jaj, de kár. Hát az most nem jött össze.
Benedecki Jánosnak. Egy, kettő, négy perc elteltével. Hideg zuhany most a szenyornak. Ők szerezhettek volna gólt, közel is voltak hozzá, de ők kaptak. És akkor most közvetett szabadrugás. Paprikásodik a hangulat. Viszont ezt ugye le kell passzolni, ugye? Már ha közvetett, igen, igen, fent is a játékvezető keze. Lehet, hogy arra appelláltak egyébként, hogy egy védőjátékos beleér majd, és akkor hát úgyis érvényes természetesen. Ifjabb Juhász a labda mögött, na nézzük. Újabb szöglet következhet. 5 perc telt el. A második fél időből, és akkor 16 másodperc múlva kiegészül mind a két gárda. Egy szép kombinációt láttunk. De ez most fölé ment. Csesztregi. Kis. Pinivel szemben lefújja a játékvezető a testtelenni küzdelmet. Nem olyan jó most ez a játékvezetés. Letelt a két perc, és akkor most kiegészülhet mind a kettő csapat. De szép! Tóth Tibornak kellett nagyot védenie. És akkor partdobással jöhetnek. Szép védőmunka, Tóth kapusnál a labda. Nagy dobás bizony! Láb fölött volt a, vagy a fej fölött volt a láb. Gébel. És László. De szép, Sendula József! Húsgyőző védekezik most kitűnően. Az igen, az volt a kombináció. Oké, Sendula remekül játszott össze. Látom is az apukájukat, hogy eléggé elégedetten vigyorog. Sendula Péter, Gébel Norbert, Kis László. De szép játék, igen, igen, hosszan szökteti Gébel Norbertet, visszakérnék is, de Sendula kapta. És jó meglátás volt egyébként Gébeltől, én azt mondom önöknek. Oh, az még szép passz. Gébel, Sendula Józsi, nem próbálja meg egyedül, azt nem meg kellett volna talán. De hát a kommentátorállásból, haj, de könnyű. Gébel nem lövél első szándékból, Gébel húzogat, Gébel... És gól! Valahogy csak megoldották. 1-3. Kicsit csalódottak most a szenyornál. Egy lövés, volt húzottja, talán többet kéne ilyennel próbálkoznia ennek a juhász gyereknek. Na nézzük. Frissített most egy kicsit a diósi gumi. Idősebb juhász. Pini. Yeah.
egészen hátulra passzol most, és akkor újra kezdheti a senior Juhász. De szép. Oh, az is. És a lövés is. Jó kis akció volt. Nem lett belőle gól. Nézzük. Juhásznak. Nem jött össze az ollózó mozdulat. Egy kicsit ugyan megtolták, de hát ez része a futballnak. Szabályos része. De szép az, igen. Oly, de szép játék. Tutti borszadi fel a labdát. Gyanús körülmények között. Juhásznak. Juhász a balosán. Minden pozícióból képes lövő helyzet kialakítani ez a srác, az a helyzet. És akkor most a Diós lassíthatja a játékot. Sipos Martin próbálta meg. És megint nagyon érdekes ítéleteket láthatunk, mert centi játékvezető egy kicsit talán engedékenyen még a másik spori a testestelni párharcokat is előszeretettel lefújkálja. Nem tudom, hogy ez most jó-e vagy rossz. De tény, hogy különböző a nézetük a játékvezetéssel kapcsolatban. Mondjuk kinek nem. Nézzük. Ifjabb Juhász. Külivel. Csesztregi. És Csesztregi ezen a mérkőzésen is megmutatja, hogy miért olyan nagyszerű kapus. Miért tartják őt évek óta a Teremkupa egyik legjobbjának, sőt, talán legjobbjának. És akkor most kerekedhet lesz, egy kerekedik is. De Juhász hatalmasat hibázik. Sipos Martin remekül passzolt neki. Szépíthetett volna most a senior. Szabad rúgás. Újabb szabadrúgás. Na nézzük az idősebb Juhászt. Juhász! Ismét egy Csesztregi bravúrt láthattunk. Malecki János, nem jött össze a passz. Szép játék. Berger, ajaj. Kettőt fejel bele. Sipos Martin ernyőzne. Juhász. És a másik Juhász, meg a Sipos. Nem sikerült. Szép passz. A mai napon még kettő mérkőzés kerül megrendezésre, a brazil kvatroplant pedig közvetítjük is önöknek. 12 órakor kezdődik ez a meccs, utána pedig 13 órakor a Gyöngyszemek játszik a Manchester Uniteddel. Szép eddig, Gable Norbert. Két meglátás, de most nem jött össze. Juhász. Ez a passa volt az igazi. Sipos majdnem megszerezte. Juhász megszerezte helyette. Most nem tudott meglódulni. És akkor mehetünk tovább. Igazán érdekes ennek a Teremkupának a hangulata egyébként. Olyan kis családias, tudják, amikor beül a barátnő, esetleg a feleség,
kisgyerekekkel megnézni a férfit a háznál. Hát igen, igen. Megvan a hangulata aztán, amikor ugye a mérkőzés a vége felé közeledik, elindulnak a csapatok öltözni. Aztán megnézik egymást, megnézik a többi csapatot. Nagyon jó hangulatú kis torna évről évre. Kis László közben Pini szerel ragyogóan. És akkor egy felszabadítás most Filus Nándi-tól. Az ifjabb juhász az idősebbnek. Nem jött be a bőrös. Kontrázhat a Diósi. Búzs győző. Minimális tanástalanság. Berger Tibor mellé! De minthogyha igen, igen. Bele is ért Tóth Tibor. 10 perc van vissza. És akkor lassacskánál is végzi ezt a sarokrugást a Diósi. Ó, nem volt az rossz. Sokkal talán menne a Küli. Megint szépen beszél a labdát juhász, ez a kötény dolog neki nem jön össze. De a lövés igen, kapufa, de hanyadik. Hát már a negyedik kb. Sőt, negyedik pontosan. Pini, a beadás. Az meg kicsit megpiszkálta a szellőző rendszert. Reméljük, hogy ettől jobb lesz. Szép a dobás, kis László fejeli ki. Az igen, óha, és gól! Bizony, bizony, szép itt a szenyor, nem nyugodhat meg a Diós gumi. Győző gyönyörűen fejelte be a labdát, aztán pedig ifjabb juhász László váltja gólra a helyzetet. Bizony, bizony. Ifjabb juhász már két gólos. És majdnem ott a harmadik. Elnézést, rosszul mondtam egyébként, mert ugye az első találatnál a gólpaszt adta. Sipos Martin szerezte a gólt. Szép felszabadítás Pinitől. Középen vett fel az embert. Hallatszik az utasítás a kapustól. Cseszegi. Szabad rúgás kifelé. Cseszegi lábánál a labda. Micsoda rugó technika egy kapustól, ugye? Na nézzük. Pini. Pini dobja fel. Most nem jutott a ifjabb juhászig. És akkor lassan, kedves nézők, a hajrába érünk. És óriási izgalmakra van kilátás. Egy góllal megy mindössze a Diósi gumi. Nincs sok különbség a két csapat között. Sőt, azt mondom, hogy teljesen egy szinten állnak. Az igen. Az igen. Kis László. Bedobás. Hogy de szép, az igen! Filus Nándi, de szépen csináltad. De szép akció. Egész idáig. Sendula József. Igen, most feljönnek a... hogy fogalmazott, tehát azok a játékosok, akik ugye aktív labdarúgók. Szezon közben is. Gondolok itt Sendulára is. És így egészen biztos, hogy megerősítik majd a Diósi gumi. És egészen biztos, hogy az is, hogy ennek az erősödésnek a hatására nehezebb dolga lesz a
Szenyornak. Hát, hogyha Pini gólt lőtt volna 3/4 pályáról, akkor járt volna a taps. De szép! És akkor szabad rúgás befelé. Juhász László a labda mögött, kimérik az 5 métert. Juhász. És László. Szabad rúgás kifelé. Berger Tibor a labda mögött. Sendula József, Kis László bevárja Sendulát. Kis László lábán alaszti. Ő nagyon sokszor döntött már ilyen találkozókat. Most is megpróbálja. Egyelőre nem jön össze. Mondjuk betalált már ma kettőször is, úgyhogy ha így marad, akkor ő döntötte el. Húst győző Juhász László. Egy felívelés, nagyon jó felívelés, és nem jön össze a csúsztatás. Megtartja még. Hát lehet, hogy nagyobb zicser alakul ki, hogyha esetleg nem ér bele, de hát ugye ezt nem lehet kikalkulálni, mindenki bele akar ilyenkor csúsztatni, hiszen akkor az sokkal jobban megzavarja a kapust. Juhász, Sipos! Mekkora támadás, Juhász próbálkozik újra. De az nagyon-nagyon fölé megy. Egy kis cipőkötés. Szebbnél szebb támadásokkal kápráztat el minket a... Szenyor, akárcsak a Diós Kumi. Ez most nem jött össze. Nagy volt a feldobás, túl nagy. Így, nagy helyzet. Kis László. Óha! Megpörgeti. Sipos Martin, de Juhász Lászlót már nem tudja. És akkor Juhász. Pini, nagy a helyzet. Nagy volt a nyomás is. Kár érte, izgalmas. 3 perc maradt volna nekünk, 3,5 perc. Így is elég izgi, amikor megindulnak a sárgák. A sárga tenger alatt járó. Nem volt kint, de kint volt. Hát szerintem még csípte a vonalat. Teljes teljedelmével kéne kint lennie. Most úgy érzem, hogy nem volt, de hát messze vagyok én. Sipi. Szabadrúgás befelé. És minden egyes szabadrúgás óriási veszélyt hordoz magában. Nem is tudom, hogy hol van a hely. Talán a hosszúan. Újra külivel, és ismét Császreginek kell hárítania. Na nézzük. Búst győző. Egy kis birkózás. Az meg már kifelé szabadrugás. Salamoni leszek most. Szerintem bele is akart taszítani egy kicsit Pini. A Sándor a Péter is el akart esni. Most ezt így látta a játékvezető. És akkor 2 perc van hátra. Izgalmas 2 perc vár ránk. Sándor József. Nem jön most össze, de társanál marad a labda. Kis László, nagy csel. Egyik ezt fújja, a másik azt. Most jöhet a szabadrugással a Diós Kumi. Megmondom őszintén, hogy én sajnálnám, hogyha így maradna, mert itt mind a két csapat 3 pontot érdemelne. De hát ugye azt nem lehet kiosztani így. Az X a reális.
ez a szabadrugás most fölé száll, és akkor másfél perc van még hátra, a pokol másfél perce a Diós Gumi számára. Na nézzük. Ez most nem jön össze. Ez sem. Kis László. Eléri, el. Szép. És a lövés Mikitől. Tóth Mikos próbálkozott. Tóth Tibor. Gyönyörű, gyönyörű, igen, igen. Sendula József, és eldönti. Csodás találat, nagyszerű akció végén. Eldőlt a mérkőzés. Senior Diósi Gumi. 2-4. Fél perc van még hátra. Nem hiszem, hogy lőnének még kettőt. Most másodperc van még hátra, áll az óra, állni fog. Pini a labda mögött. Megvitatták a szituációt. Szabálytalan volt ez, van. Nem akart, hogy rosszat én a belgész, biztos vagyok. Na nézzük, Pini. Juhász László ellövi. Kis László fejéről. Plafont éri el Aszti. Na nézzük, még egy bedobásra van idő. Felszabadít a Diósi. És akkor 2-1. Vége a mérkőzésnek, kedves nézők. Diósi Gumi, Senior 4-2. Köszönjük szépen a figyelmüket.